Ünnepi dalogtól volt hangos a kecskeméti SOS gyermekfalu pénteken délután. Itt tartotta meg a kecskeméti Kuszkó gyermekek átmeneti otthona a közös karácsonyi délutánjukat, az otthonban jelenleg 8 krízishelyzetben lévő család él. Különböző olyan élethelyzetekben, amit krízisnek nevezhetünk, például lakhatási problémák miatt nagyon gyakran vannak nálunk bántalmazott édesanyák, bántalmazó kapcsolatból menekülnek gyermekeikkel hozzánk. Egy az otthonban élő édesanyja, aki kisgyermekeivel készül az ünnepekre, elmondta stábunknak, miért kénytelen itt tölteni a karácsonyt. Igazából nekünk lakhatási problémánk volt, és úgy kerültünk be az intézménybe. Én 2 gyermekemmel élek itt az intézményben, már lassan 4 hónapja. A mai karácsonyra készülő eseményen nem csak a nehéz helyzetben lévő családok vettek részt, hanem azok is, akiknek a Kuszkó nyújtott korábban segítséget, de már rendeződött az életük. A délután lehetőséget biztosított az ünneplők számára, hogy ötleteket és tapasztalatokat cseréljenek egymással.